Akkor családbarát egy hely, akkor családbarát egy ország, akkor családbarát egy település, hogyha több generáció békés egymás támogató együttélését teszi lehetővé. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte az Országházban Novák Katalin, család és ifjúságügyekért felelős államtitkár, a Családbarát Önkormányzat 2018 pályázat nyerteseit. A díjat először 2006. július 11-én a Népesedés Világnapján ítélte meg a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Miért fontos egy olyan családosoknak ez a díj? Azért, mert a családi értékek kiáltás időt próbálják. Nem csupán maradandóak, de emberi és társadalmi szempontból is alapvetőek és szükségesek. Család, a nagycsalád olyan érték, amelynek az állam, az egyházak, a civil szféra és a gazdasági élet szereplői mellett az önkormányzatok odafigyelése és támogatása is szükséges. Így együttesen veszik családbaráttá az országot. Idén három kategóriában összesen 30 település díjazott a szervezet. Az 5000 főt meghaladó lélekszámú települések közt Paks pályázatát is sikeresnek értékelte az Egyesület, így Szabó Péter polgármester is átvehette a Családbarát Önkormányzat elismerést. Különböző feltételeknek kellett megfelelni az önkormányzatnak, tehát azokat az intézkedéseinket mutattuk be, amelyek nyilván a családbarát célokat szolgálnak. Ugye a városvezetés és az önkormányzat a képviselőtestület számára mindig is nagyon fontos volt az, hogy a családokat támogassuk, hiszen itt a társadalom egyik alapegységéről van szó, a családról, és hát ugye nagyon fontos az, hogy a családok alapvetően jól érezzék magukat a településen, a komfortérzetük megfelelő legyen. Én azt gondolom, hogy minden évben, így az idei évben is, a költségvetésben is megmutatkozik az a keretösszeg, amit erre fordít az önkormányzat. Szabó Péter az önkormányzat családbarát intézkedései közül kiemelte a fiatal pályakezdők letelepedési pályázatát, a gyermekétkeztetés támogatását, az egyesületek, civil szervezetek számára családbarát programjaik megvalósításához juttatott forrásokat. Emellett szólt a bérlakásrendszerről és többek között a hármas ikrek születése után járó 1 millió forintos önkormányzati támogatásról. Ebbe a körbe tartozik még, folytatta a városvezető, a számos helyi sportolási lehetőség, a települési támogatás és a kedvezményes diákbérlet is. Amikor az önkormányzat egy határozatot hoz, vagy rendeletet módosít, akkor mindig hatástanulmányt végzünk, amelynek során természetesen vizsgáljuk azt is, hogy egy-egy rendelet, egy-egy határozat milyen hatással van mondjuk a családokra, vagy az ott élő lakosságra. Tehát mindig szem előtt tartjuk a családoknak az érdekeit, amikor egy határozatot vagy rendeletet alkotunk. A polgármester hozzátette, a díj kötelezi a városvezetést arra, hogy hasonló színvonalon folytassa tevékenységét. Ebbe természetesen beletartoznak a családbarát programok is, amelyek tovább bővülhetnek, a már meglévők pedig megújulhatnak.